A műsor támogatója a Király Express Pizza és Grill. Sziasztok, Nagy Tibor vagyok. Gyertek, elviszlek titeket egy sajtótájékoztatóra. Kecskemét főterén vagyunk, és Nemcsik Mátyással beszélgetek, a Környezetvédelmi és Agrárbizottság tagjával. Az alkalom pedig az, hogy 5 darab autót vásárolt, elektromos autót vásárolt a Király Express, és ezzel igencsak növelte Kecskemét elektromos autóinak számát a vállalkozás. Erről Nemcsik Mátyás fog majd nekünk beszámolni. Milyen jelentőségű ez a beruházás itt Kecskemét életében? Nagy mértékűnek számít, hiszen még annyira nem elterjedtek az elektromos autók. Összesen jelenleg most Kecskeméten 69 elektromos autó van forgalomban. Ebből hát nyilván ugye már az 5 autó, ez ugye megközelítőleg 10%-os növekedést jelenthet. Mi szeretnénk arra felhívni a figyelmet, hogy azok a cégek, amelyek megtehetik, hogy ilyen irányú beruházást tegyenek, és nyilvánvaló sokat használják, főleg a városban az autóikat. Szeretnénk rá felhívni a figyelmet, hogy így is védjük meg saját környezetünket a károsanyag kibocsátástól. Gondoljunk ugye a családunkra, gyermekeinkre, unokáinkra a későbbiekben, hiszen nyilvánvaló azok a kisebb cselekedetek, amikkel ezzel elérünk, az a jövőben nagyon sokat fog majd jelenteni és mutatni. Úgyhogy mi erre a környezettudatos magatartásra szeretnénk felhívni a figyelmet. Fontos azt hangsúlyozni, hogy nyilvánvaló azért szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy itt nem szeretne a város semmilyen állásfoglalást foglalni abban a témában, hogy ki milyen pizzát fogyaszt és melyik a legjobb pizzéria, hanem nyilván itt a szemléletformára magatartás az, ami kiemelhető. Nyilván mi városi szintről ezt a szemléletet támogatjuk. Környezetvédelmi és Agrárbizottság oldaláról meg hát nyilván kiemeltem. Nemcsik Mátyást hallották, köszönjük szépen az interjút. Köszönöm szépen. Hogy éj könnyeret mögye? Ha nem kötöd el, mögeszed. Rögge. 5. Mögyfesztivál Nagykőrösön. Gyertek, és nézzétek meg, hogy mulatnak a nagykörösiek, mi pedig csinálunk néhány interjút a nagykörösi szervezőkkel. A hölgy Faragó Janka. Sziasztok, Janka vagyok. Gyakornok a Gong FM-nél, úgyhogy vele fogjuk megcsinálni a mai riportokat, és betanítjuk őt, és reméljük, hogy hamarosan majd őt is a Gong FM mikrofonja mögött mi láthatjuk, ti pedig hallhatjátok. Azért már néha hallható vagyok. Ja igen, tényleg. Mit mondtál legutoljára? Szerintem horoszkópot. Horoszkópot, a kedvenc műsora hallgatóinknak a Gongon. Mikor van a horoszkóp? Délelőtt, 9. Igen? Nagyon? Tudja. Mert ha nem akkor van, akkor baj van előle, úgyhogy ezt tartom magam. Igen, mert a hallgatók azok abban a pillanatban felhívnak minket, hogy hol a horoszkópom? Általában én szoktam ezt elfelejteni. De hát ez egy jogos követelés, ha megvan ígérve, nem? Igen? Egyébként igen. Na jó, amíg az interjú alanyt várjuk, addig nézzünk szét, hogy milyen az 5. Mögyfesztivál Nagykőrösön. Amíg várunk a riportalanyokra, addig úgy döntöttünk, hogy mögkóstoljuk a nagykörösi mögylevet. Miért mögy? Elmondod nekem? Általában megynek ügyes, de van egy ilyen régi mondóka, hogy... Öttem könyöret mögyel? Öttem könyöret mögyel. Ha nem kötöttöddel, majd mögösszed röggel. Úgyhogy a nagykörösi őző nyelvjárásból így a megyre is átkerült. Mögy. Janka, kóstoljuk meg a mögylevet. Jó, ennek nagyon nagy a vastartalma. Egészség. Igen? Nagy a vastartalma. Nagyon. Egészségetekre. És nem pálinkát iszunk, de... Pálinka íze van? Nem, csak olyan arckifejezést láttam, mert savanyú, de finom.
olyan íze van, mint nagyanyám megybefőttjének a leve. Mert hogy ez az is? Lehet, hogy az is. Egyébként. Imádom. Nagyon-nagyon szeretem. Egy ültőhelyemben meg tudok enni egy egész befőtt meggyet. Úgy mögyet. Bocs! Nagyon jó. Mire ezt a videót nézitek, addigra már ennek a fesztiválnak sajnos vége, de a hatodikra gyertek ki, és nézzétek meg, ami szerintem ismét júniusban lesz, de az már csak 2019-ben. Mert hogy, jaj, nem csak a Körösi Mögy Fesztiválra jövünk, hanem megnézzük Holló Róbi kocsmáját, ami hát nem tudom, hogy örülni fog-e annak, hogy én lekocsmáztam a Tímár házat. Kávézó? Igen. Várjál, hol a kocsi kulcsom? Bezártam. Megőre? Ja, arra. Nem zártuk be. Benne hagytam a kulcsot a zárba. Na ilyet soha ne csináljatok. Szóval megnézzük, hogy milyen Holló Robi vadonatúj kávézója. Menőség. A rádiósoknak kávézójuk is van. Vagy a kávézósok műsorvezetők? Ez majd mindjárt kiderül. Bemutatkozás lesz. Először bemutatom nektek Csabát. Szervusz Csaba, kérlek köszönjük a nézőimet. Szervusz, afus néző. Ő pedig Réka, Csaba ja. Kedvese. Kávéznak, akkor leülünk mi is kávézni. Megjött Robert. Sziasztok. Szóval ki mit iszik? Kávézni szeretnénk. Én egy presszó kávét kérek persze. Így van, hát nálunk azért két különféle kávé van, amit egyébként itt nem nagyon találsz meg a környéken. Jó, van, a reklám senkit nem érdekel. Igen. De mondd, akkor én ezt lerögzítem, kérlek. Szóval lényegében a presszó kávé tejszínnel felejtsük el itt nálunk. Itt nagyon különleges kávék vannak, kávé specialitások, ha lehet így mondani. Az egyik az egy világos pörkölésű kolumbiai kávé, ami a világos pörkölés véget meg tudja tartani a kávéknak ezt a gyümölcsös ízvilágát. A másik egy kicsit közelebb áll a megszokott ízvilághoz, az egy olaszosabb pörkölésű, 80% brazil, 20% indiai kávékeverék. Ez egy kicsit a brazil mi voltja véget csokisabb, az indiai mi voltja véget pedig egy kicsit fűszeresebb és gyümölcsösebb ízvilágú. Melyiket szeretnéd? Blablabla. Rád nézek. Én arab kávéra gondoltam, hogy egy olyat hozzá. Egyébként arabika az India, szóval természetesen. Jó. Akkor én a kolumbiaiból szeretnék kérni. A kolumbiaiból egy jó espresszó. Én egy cappuccino szeretnék. Ugyancsak a kolumbia? Persze. Jó. Akkor már is hozom. Mindjárt jövök. Robi meghozta a kávénkat. Megmutatom nektek. Egi. Hát srácok, ez a videó mára ennyi. Ilyen volt a Megy Fesztivál, és ilyen a Tímárház Holló Robi kújkávézója. Mindegyiket próbáljátok ki. Köszönöm, hogyha megnéztétek, és iratkozzatok fel YouTube csatornámra. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!